Üdvözöllek benneteket egy gyerekek, Ramona tanítónéni vagyok, a Szabadkai Majsai úti általános iskolából. Már találkoztunk, és ugye már nem először jöttem nektek mesével, de most egy nagyon picike, aprócska mesével fogok jönni, de még mielőtt rátérnénk, hoztam nektek egy találós kérdést. Na nézzük, hogy is szól ez a találós kérdésünk. Ha láthatjátok, már Mici Mackó is annyira, de annyira gondolkodik, mert annyira, de annyira nehéz, hogy még mindig nem jött rá. Na nézzük, hogy szól. Nagy bajszú, de nem harcsa. Egyik círmos, a másik meg tarka. De légy óvatos, a fekete veszélyes, ha elétszalad, szalad, lőttek a szerencsének. Gondolkodjunk, mi lehet az? Ki lehet az? Lehet, hogy pont most ott a lábaidnál elkezd úgy dorombolni, sétálva, lehet, hogy pont az öledben ül. Szerintem már tudjátok a választ, hát ő a macska. A megfejtésünk a macska. Ő lesz a történetünknek az egyik főszereplője. De én hoztam nektek még egy találós kérdést, amivel kiderül, hogy ki fog még szerepelni a mi kis történetünkben. Nézzük csak! Mici Vackó még mindig nagyon gondolkodik, de annyira gondolkodik, hogy még most sem tudott rájönni, hogy mi is lehet a megoldás. Hogy szól a kérdésünk? Görbeszarvú, nagy állat, reggel este tejet ad. Na mi lehet, ki jön? Mi az? Hát gondolkodjunk csak. Én mindjárt az jut eszembe, hogy van ugye a milka csokoládé, és rajta ott van a feje. Hát ki van rajta, vagy mi van rajta? Tejet ad, nagyon finom a tej. nem tudom, hogy ti hogy vettök vele. Én minden lefekvés előtt megiszok egy finom mézes tejet. Szerintem már tudjátok, hogy miről is beszélek. Hát ő a tehén. És így már megtudtuk azt, hogy a mai meséknek az egyik főszereplője a macska, de ott lesz egy tehén is. De még lesz valaki. De ezek mind-mind nagyon-nagyon-nagyon picikék, picikék, alig tudjuk őket látni. De mi is történt velük, vagy mi is fog velük lenni, az mindjárt ki is derül. A mai óránkon az icinke-picinke mesét fogjuk meghallgatni és megbeszélni. Ez egy népmese. Vedd elő az ABC-s könyvet, és a, a toltartódat, remélem jól meghegyezted a ceruzádat, mivel most nagyon fontos lesz, hogy tudjad szépen követni a mesét. Elkészítetted, meghegyezted a füleidet, és figyelsz. Icinke, picinke, mese. Volt egyszer egy icinke, picinke, asszony. Volt annak egy icinke, picinke, tehene. Az icinke, picinke, asszony megfejte az icinke, picinke, tehenét. A tejet az icinke-picinke fazékba tette. Volt neki egy icinke-picinke macskája. Az icinke-picinke macska megitta az icinke-picinke tejet. Az icinke-picinke asszony kapott egy icinke-picinke seprűt, és elverte az icinke-picinke macskát. Hűha! Biztos, hogy nagyon mérges lehetett ez az asszony, hogyha megverte a macskáját. Na de nézzük, mi is ez valójában? Milyen meséről van szó? Mivel nem említettem nektek nevet, hanem itt azt írja, hogy népmese nyomán, ez egy népmese. Na de nézzük is, mit is tudunk mi a népmeséről? Mi is a jellemző a népmesékre? Csodás tettek, csodás lények. Azért, ha belegondolunk, hogy csodás lények, vagy csodás tettek, itt is azért például a lényeknél megfordulhat a fejünkbe, hogy vannak ilyen nagyon picinke-picinkel kis tehenek, vagy seprők. Hát ilyen csak a mesevilágban van. De ugye vannak átváltozások, próbatételek, ismétlődő cselekvések, ami szintén a népmesére jellemző, kiváló képességű főhős. Ugye milyen jó a főhősöknek, mindig olyan erejük van, hogy én csak ülök a mesék előtt, és nézek, és csak álmodozok, de jó lenne, ha nekem ilyen erőm lenne. És ugye a többi szereplő segít neki, vagy gátolja valami akadályt tesz elé. És azt is tudjuk, hogy ugye a meséknek vannak mindig jó és rossz szereplői. És vannak ugye állandó szófordulatok, meseszámok, bűvös meseszámok, varázseszközök. És ami még fontos, hogy a mesének ugye több fajtája van. Ismerhetünk állatmeséket, csali meséket, láncmeséket, tündérmeséket és tréfás meséket. De most a népmesét egy kicsit átgyakoroltuk, és menjünk is tovább beszélgessünk. Ugye minden mese után nagyon, nagyon fontos, hogy átbeszéljük, megbeszéljük, hogy mi is történt, amit elolvastam én, vagy akár te elolvastad a testvérednek, anyunak, apunak, nagymamának, unoka testvérednek, vagy lehet, hogy pont egy icinke-picinke macskának. Az ABC-s könyvünk 99. oldalán találjuk az icinke-picinke mesét, és mindjárt fel is tüntettem egy szómagyarázatot ami az icinke-picinke szóra vonatkozik. Mit is jelenthet? Vagy lehet, hogy már hallottad, csak nem pont így. Ugye szoktuk azt is mondani, hogy icike-picike, vagy icinke-picinke, ami azt jelenti, hogy egészen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kicsike, aprócska. De lehet, hogy már egyszer te is kaptad, vagy is neked is mondta, nagymama vagy nagytata. Mert én amikor kicsi voltam, bár most sem nőttem valami nagyra, de amikor még kisebb voltam, akkor volt, hogy úgy oda ment egy néni, jaj, de icike, picike vagy, jaj, de a kis aprócska vagy. De lehet, hogy már te is találkoztál egy ilyen szavakkal. Na de nézzük, beszélgessünk. Ugye volt egy icinke, picinke asszony. Volt-e egy icinke picinke asszony, vagy nem volt? Csak tehén volt, és ennyi. Igen, volt. Mert, hogyha megnézzük, a történetünk úgy is kezdődik, hogy volt egyszer egy icinke picinke asszony. Igen, volt. Volt-e tehene ennek az icinke picinke asszonynak? Volt annak egy icinke-picinke tehenem. Hát itt úgy látszik mindenki ilyen nagyon aprócska. Nézzük csak. Megjelent a tehén feje, hogy azért ne felejtsd el, hogy hogy is néz ki a tehén. És írjuk is, és meg is jelent a válasz, hogy igen, volt egy icinke-picinke tehenem. Na de menjünk tovább. megfejte -e a tehenet? Na, emlékezzünk csak vissza, lehetséges, hogy valami rémlik, de nem vagy benne biztos. A történet úgy szól továbbra is, hogy az icinke-picinke asszony megfejte az icinke-picinke tehenét. Szóval az icinke-picinke asszony igen, megfejte. Nézzük a következő kérdést. Ugye megfejte a tehenet, hát abból lett a tej. Hát de hova tette a tejet? Na nézzük a történetet. Hova is tette a tejet? A tejet az icinke-picinke fazékba tette, egy nagyon-nagyon picike fazékba tette a tejet. Jól válaszoltuk? Igen, a tejet a kis icike-picike fazékba tette. De valami történt a tejjel. Mi történhetett? Nézzük csak tovább a történetet. Ott van előtted az abc könyv, te is belebírsz nézni. Ugye volt neki egy icinke-picinke macskája, és az icinke-picinke macska megitta az icinke-picinke tejet. Hát de nem is csodálkozunk, hisz a macska imádja a tejet, de lehetséges, hogyha például az én történetemben lett volna, akkor lehet, hogy pont én ittam volna meg, mert én is szeretem a tejet, ugyebár. Szóval mi történt a tejjel? A tejet megitták. Na nézzük tovább. Ki itta meg az icinke picinke tejet? Már elárultam. Hogyha jól figyeltél, akkor tudod, hogy mit is mondtam. A megfejtés az icinke, picinke macska ugye megitt az icinke, picinke teját. Így van. Gondolom, nagyon örülsz és tapsos, hogy ez az, jól figyeltem, a tanítónéni elárulta. Nézzük a következőt. Vette seprűt az icinke, picinke asszony, vagy kapott? A történetben úgy szól, hogy az icinke, picinke asszony kapott egy nagyon icinke, picinke seprűt. Szóval lehet, hogy már előre tudtad, hogy én mit fogok kérdezni, és azt is írtad oda, hogy igen, kapott egy icinke-picinke sepült. Jól tetted, és jól is csináltad. És akkor nézzük, hogy utoljára bezárulja a történet, megverte a macskáját, vagy megsímogatta. Hát én szívem szerint megsímogattam volna ezt a macskát, de ebben az esetben ugye az icinke-picinke asszony elverte az icinke macskát. Szóval elverte. Na nézzük tovább. Az ABC-s könyvünknél a történet alatt vannak feladatok. Ugye átismételjük, megbeszéljük, hogy miről is van szó. Az első feladat, hogy kört össze, mit csináltak a mese szereplői. Ahogy láthatjuk, itt van az icinke picinke asszony, és az icinke picinke cica. Na de a én úgy gondolta, hogy azért az egyik megoldást azért megmutatom már előre, és hogy ne gondolkodjunk mindig olyan nagyon sokat. És ahogy láthatjátok, az első mondatnál a megitta a tejet, összekötöttem a cicával, mivel, hogy ugye a történetünkben az icinke-picinke macska megitta a tejet. Na de nézzük a következő válaszokat. Ki verte el a macskát? Na most az érdekes lenne, hogyha a macska elverte volna a macskát, nem emlékszem, hogy lenne még egy macska, de ott volt az icinke-picinke asszony. Ha visszaemlékszel, akkor ugyebár a macska megitta a tejet, az icinke-picinke asszony pedig ugye volt neki egy söprője, és jól elverte a macskánkat. Na nézzük, jól csináltuk. És oda is ugrott a vonal, nagyon jót válaszoltunk. Na de nézzük továbbra is. Van itt, hogy megfejte a tehenet, és a tejet fazékba tette. Hát de ki meg a tehenet? A macska. Hát én még olyat nem láttam, hogy a macska megfejte volna a tehenet, de az icinke-picinke asszony bizony a mi történetünkben megfejte a tehenet és ott is a kék vonal, szóval jól kitaláltuk. És akkor nem legutolsó sorban maradt a következő mondat, a tejet fazékba tette. Kitette fazékba a tejet? Az icinke, picinke, asszony. No, akkor nézzük, van még egy feladatunk. Milyen tulajdonságokkal rendelkeznek a mese szereplői? Húzd alá a helyes választ ugye remélem a ceruza ott van, és használod, és jó hegyes, mert azért az ujjacskánkkal nem tudnánk semmit se összehúzni. Nézzük csak. Az asszonyka milyen volt? Lusta, piszkos, dolgos, ügyetlen, vagy mérges? A tanító néni segített egy szóval. Már megjelent az, hogy mérges. Igen, mérges volt az icinke picinka asszony. Miért is volt mérges? Azért, mert ugye megfejte a tehenet, dolgos volt, beletette a fazékba, és biztos akart valamit vele csinálni. Lehet, hogy palacsintát akart készíteni, vagy nem tudom, lehet, hogy el akarta tenni, és majd akart tejbe grízt csinálni, vagy tejbe rizsát, és mikor ugye megfogta volna a fazékat, hát eltűnt. És ezért ugye mérges volt. De milyen volt még az asszonyka? Hát lusta, nem hiszem, hogy lusta lett volna, mert akkor nem csináltunk volna semmit se. Piszkos, hát hogyha valaki dolgozik, akkor közben ugye megmosa a kezét, tisztán tart minden, szóval ez sincs dolgos. Igen, dolgos volt, hisz csináltak is feladatát, elkészítette, és csinálta volna tovább, és csak eltűnt a tejünk. Szóval, ha jól gondolkodtunk, akkor ugye aláhúztuk a dolgost, az ügyetlen kihagytuk, mert ugye az ügyetlen az azt jelenti, hogy valamit a kezébe vesz, mindjárt kiesik. Szóval ővel az nem történhetett meg. Ha jól figyeltél, ugye a mérgest már be vagy bekarikáztad, és persze a dolgost is. Na de jöjjön a macska. Fűz volt nekünk egy macska főszereplőnk is. Nézzük csak. Ravasz volt. Oda lopakodott, és jó, becsapta az asszonykát. Hát, nem csapta be az asszonykát. Torkos volt. Na, Torkos volt a mi macskánk? Igen, torkos volt, mert nem gondolkodott azon, hogy most azzal a tejnek az kire kell, vagy kinek kell, vagy mire. Ő azt megitta, úgy volt vele, ott van, pá, én megiszom. Szóval, ha jól figyeltél, torkos volt, és alá is húztad. Ügyes volt a macska? Hát most ebben a helyzetben ügyesség olyan tevékenység nem jelent meg. Nézzük, van még, hogy rátermet és szorgalmas. Hát szorgalmasnak nem mondhatnám, mert hogyha szorgalmas lett volna, akkor ugye a tehénnek segített volna, ott az icinke-picinke asszonynak segített volna valami, de hát a macska nem volt szorgalmas. Ha így csináltad, akkor jól megcsináltuk a feladatot. Na most ugye megcsináltuk a feladatokat, maradt egy házi feladat. Ugye minden olvasmány és mese után nagyon, de nagyon fontos az, hogy ugye elolvassuk ezért az ABC-s könyvünk 99. oldalán az icinke picinke mesét ötször olvast el. Valamint itt van egy link is, egy hivatkozás, Móricz Zsigmond iciri piciri meséi közül is megismerkedhettek vele. Kérlek, olvasd el az, az icinke picinke mesét, utána pedig utána is nézhetsz ennek a történetnek is. Köszönöm szépen a figyelmet, jó munkát kívánok!